több mint 50 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én egy amerikai egyetemista létrehozott egy mozgalmat, amelynek legfőbb célja jelenkorunkban is érvényes, aktuális, a Föld megóvása, védelme. Ezt a szemléletet hamar átvette az egész világ, és április 22-ét a Föld napjává nyilvánították. A környezetszennyezések elleni küzdelemben szükség van a nemzetközi összefogásra. Ez hitvallás és érték. Az emberi társadalom által okozott ökológiai károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul ezen a napon a figyelem. De az, hogy ne pusztítsuk a minket körülvevő természeti kincseinket, nem csak egy nap tudatos gondolkodás, hanem életmódváltás, egészséges életvitelre nevelés és tettekre fordított elképzelések kérdése. A Földet kék bolygónak is nevezik, mert a világűrből nézve kéknek látszik, a felszínét háromnegyed részben borító tengerek, óceánok és tavak miatt. Törékeny ökoszisztéma nagyon érzékenyen reagál a kizsákmányolásra és a beavatkozásokra. Az ivóvízünk a természetből, a természetes vizekből, a talaj alatti vizekből ered. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a környezet tisztaságára. A földnapi programok a környezetet tudatosan védő, felelősen gondolkodó és cselekvő felnőtt magatartás megalapozását célozzák. A legkisebb gyerekeket is meg lehet tanítani arra, hogy milyen fontos a föld megóvása, és ők hogyan járulhatnak hozzá ehhez a mindennapokban. A pétfürdői közösségi ház és könyvtár munkatársai évek óta törekednek arra, hogy a gyerekekben kialakítsák a természet szerető és védő viselkedést, hozzáállást a Föld és Víz Világnapja alkalmából szervezett, hagyományos vetélkedőjével. A Horváth István Általános Iskola alsó tagozatos diákjait évről évre változatos, kihívásokkal teli feladatokkal, ügyességi játékokkal, fejtörőkkel várták ezen a napon. A szelektív hulladékgyűjtéssel, vízi és szárazföldi állatokkal, növényekkel kapcsolatos kérdések, akadálypályák, érzékszerveiket próbára tevő feladványok, valamint az évek során meg annyi ásvány, kaktusz és hüllőkiállítás mind-mind arra szolgált, hogy felhívják a figyelmet a bolygó romló környezeti állapotára, és ezzel összefüggően a környezetvédelmének jelentőségére, valamint élményekkel, tudással és ajándékokkal térjenek haza. Ugyanebben a szellemben jött létre a szintén hagyományos Madarak és Fák Napja elnevezésű rendezvény, ahol a családoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt változatos programokkal, vetélkedőkkel hívják fel a figyelmét,
gazdag madárvilágunk és élőhelyünk védelmére. Pétfürdőn nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is igyekeznek szebbé, zöldebbé tenni közvetlen környezetünket. Csak néhány példa a sok közül. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői csoportja minden évben önkéntes szemétszedés szervez a település utcáin. Hát ez az ötlet, ez nem teljesen egyéni volt, ugye most idén megy országos szinten ez a Teszed személygyűjtési akció, és ennek képére próbáltam egy ilyen hasonló helyi kis programot össze megszervezni. Hát sajnos a negatív tapasztalat az, hogy az emberek szemetelnek nagyon, elszemetelik a kis maguk kis adagját, és akkor, amikor a helyi szervezet összehoz egy ilyen programot, hát negatív, hogy nem jön nekem. Ben Tordai Levente megszervezte a Tisztúj Pét nevezetű szemétszedési akciót, amelynek keretein belül Pétfürdő három pontját tisztította meg a csoport. Ezt a Tisztúj Pétet azért találtuk ki Molnár Gyulával, meg itt egy pár ilyen helyi közreműködővel, hogy rengeteg szemét van az erdő szélén, a lakótelepen, és hogy egy civil összefogással szedjük össze. Igazából ezért jöttünk a mai napon össze, remélem sikeres lesz. Emellett a település védői szépítő egyesület Virágos Pétfürdője című kezdeményezése évekig hatalmas sikert aratott. Milyennek a célja? Az, hogy megmutassuk, hogy Pétfürdő nagyon szép is tud lenni, amikor a rengeteg virág egymás után nyílik a kertekbe, az emeletes házak erkélyein, vagy éppen az emeletes házak ablakain. Nagyon örvendetes dolog az, hogy egyre többen jelentkeznek erre a felhívásra. Ez tulajdonképpen azt mondjuk, hogy verseny és mozgalom, de nem verseny, mert azt hiszem, hogy itt mindenki nyertes. Nincsen olyan, hogy ez az első vagy második helyezett, mert mondja, ön például hogy tudna dönteni egy csodálatos tulipánkert, vagy egy éppen nyíló hortenzia kert mellett? A környezettudatossággal kapcsolatban legtöbbször arról esik szó, hogy mennyire egyszerű lecserélni a műanyag zacskót vászontáskára, a műanyag szívószálat pedig papírra vagy fémre. De ha mindenki csak arra figyel, hogy ne dobja el a földre a cigicsikket, ne ürítse a szemetét a természetbe, ne rongálja, károsítsa a növényeket, ne kegyetlenkedjen az állatokkal, már is egy jobb, élhetőbb helyet teremtünk magunknak a földön. Lépésről lépésre haladjunk afelé, hogy embernek lenni ne azt jelentse, hogy elpusztítjuk a természet legnagyobb csodáját, az életet. Teremtsünk együtt egy szebb jövőt.